Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szakmai fórumot tartott az uniós közös agrárpolitikáról. Jakab István, az országgyűlés alelnöke által felvázolt helyzet nem túl rózsás, de mint mondta, a kormány saját hatáskörben igyekszik mindent megtenni, hogy a gazdák segítséget kapjanak. 69 új pályázat kerül kiírásra a jelenlegi pályázati időszakban. Ezek a pályázatok mennyiben különböznek az előző időszakok pályázataitól? Én azt gondolom, hogy jelentős változásokat nem kellett eszközölnünk. Az elmúlt időszakban, akár 2021-ig, ha visszamegyünk az átmeneti években, amikor a vidékfejlesztési program végén jelentős forrás hozzárendeléssel egy 80%-os társfinanszírozás megemelésének köszönhetően számos pályázati felhívást tudtunk megjeleníteni. Ide tartozott az állattartás, az élelmiszeripar, a kertészet, a digitalizáció és különböző gépbeszerzéseknek a támogatása. Ugyanezt a gondolatmenetet szeretnénk folytatni. Maga a stratégiai terv is erre épült. Ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt időszakban is elektronikusan, már megismert módon kell tudni majd pályázni. Sikerült megőrizni annak az eredményét, hogy legalább 50%-os visszanemtérítendő támogatással tudunk hozzájárulni az eredményes projekteknek a megvalósításához, és az 50% feletti többlet támogatás intenzitásra is nyújt már lehetőséget a közös agrárpolitika. Akár a gazdaságátvétel esetében, akár a fiatal gazdák, vagy a közösen megvalósított konzorciumi formában létrejövő projekteknek többlet 10% támogatás intenzitásra biztosít lehetőséget. Projektek kapcsán egész kis mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők és nagy vállalatok is pályázhatnak-e önöknél? Természetesen igen. Minden gazdálkodási forma megtalálja a helyét, sőt, mi hiszünk abba, hogy el kell választani. Családi gazdálkodóknak, őstermelőknek, vagy még azt a mérethatékonyságot, amely még nem pályázatképes is, egy külön háromszintű rendszerben biztosítunk pályázati lehetőséget a felzárkózáshoz, a megújuláshoz, vagy akár teljesen új, zöldmezős vagy stratégiai célokat megvalósító nagy beruházások esetében is. Pont egy nagyobb probléma itt az Alföldön minden, biztosan az aszály. A vízhiány, az aszály enyhítésére van-e valamilyen támogatási lehetőség, valamilyen segítségnyújtás? Én azt gondolom, hogy igen. Az elmúlt időszakban is egészen komoly eredményeket tudott felmutatni a vidékfejlesztési program öntözésfejlesztés tekintetében, vagy az öntözési közösségek megvalósításában, ahol öntözőfürtöt hoznak létre több gazdálkodó együtt gondolkodva képes egy jelentős öntözési fejlesztést végrehajtani. Ugyanezt a gondolatot szeretnénk tovább vinni a jelenlegi jogszabályi környezeteknek megfelelve, de lehetőséget teremteni arra, hogy ilyen időjárási viszonyok mellett, mint amikor már április első hetében arról beszélünk, hogy aszályos helyzet fog előállni lassan, vagy ha kitekintünk az ablakon, a száraz meleg időnek az lesz a következménye, hogy nehéz lesz már a vetés is. Ezekre igyekszünk olyan megoldást kínálni a gazdálkodóknak, amely valódi bővített, tudja bővíteni az öntözéssel bevont területeknek a nagyságát. Talán nézzük azt a részét, hogy miért pont Kisteleket választották ennek a helyszínül ebben a megyében. Én erre természetesen hadd legyek egy picit büszke, és mi adtunk helyet annak egy kulturált környezetben, hogy a környékből, a megye még távolabbi részéből is a gazdák ide eljöhessenek, új információkat hallhassanak, és egy-két olyan új dolog közvetlenül egyébként a törvényalkotótól tudomásunkra juthasson, ami természetesen átalakíthatja a mi jövőképünket is. Én azt látom, hogy nyilván itt van az országgyűlés alelnöke, Jakab úr a magusz elnöke, vagy a magusz főtitkára jogászként, vagy a kamara Szél Istvánék, a Csongrád megyei kamara elnökeként, amiben azt látom, hogy nem egy fórum, hanem egy nagyon aktív beszélgetés és egy információ átadás oda-vissza, vagy éppen javaslat az adott törvényhez, vagy az adott rendelkezéshez. Én arra vagyok elsősorban büszke, hogy ilyen van, és ez Kisteleken van. És ennek lehet az az üzenete, hogy Kisteleknek, illetve az országnak fontos a mezőgazdasági termelés? Nézd, bebizonyította a világ akár a Covid idején, vagy most látjuk itt az ukrán helyzetet, hogy kontrollálatlanul jöhet be csomó minden, és rontva egyébként a magyar gazdák helyzetét. Mi azért akárhogy is nyugodtan ki kell jelenteni, én is paraszt családból származom, és ez a világ, amiben mi élünk Kistelek és környezetében,
azért ez leginkább az agráriumba tekint vissza, és ma is nagyon-nagyon fontos eleme az a sok gazda, az a sok dolgos kéz, aki bizony élelmiszert rak le az asztalra. Ezért kimondhatjuk, hogy erre szükség volt, szükség lesz, és hiszem azt, hogy a jó élelmiszernek, a jó a magyar élelmiszernek mindig is nagyon nagy becsülete lesz. Amikor az orosz-ukrán háború berobbant, akkor onnantól kezdve csak azt érzékeltük, hogy először is a bizottság döntött arról, hogy megadja az Európai Uniónak a teljes vámmentességet minden agrár- és élelmiszeripari termékre. Ez a teljes vámmentesség először a frontországokat érintette súlyosan, mert nyilván itt az ideáramló áruk tömege az a teljes agrárélelmiszerpiacot berobbantotta. Nyilván, ha most számszerűsíteni kellene, egy hihetetlen nagy veszteséget bennünket. Az egyik az, hogy nem érte el, a szankciók nem érték el azt a hatást, amit vártunk tőle. Személyes élményem volt, Moszkvában jártam, mikor a szankciókat első körben bejelentették, akkor azt mondta az Orosz Gazdaszövetség elnöke, az alelnök úr, köszönjük az embargót, ilyen jót még velünk soha nem tett senki, ilyen gyors fejlődésen az orosz mezőgazdaság még nem ment át és nem megy át, úgyhogy köszönjük. A termelésben akkor közölte, hogy meg fogjuk duplázni a hozamokat, bővítjük a termésskálát, feldolgozóipart korszerűsítjük. Mi történt? Mindez szó szerint úgy, hogy mindezt úgy teljesítették, ma Oroszország gabonából 50 nettó, tehát nettó importőr volt Oroszország, most nettó exportőr, 50 millió tonna gabonával van pluszban a világpiacon kint ma. Mitől és miért ilyen versenyképesek az ukránok? Ugye azt kell látni, hogy van 41 millió hektár földjük. Szoktuk mondani, hát enyhe túlzással, hogy nálunk centiméterben olyan a humusz réteg vastagsága, mint náluk méterben. Tehát magyarul nagyon kiváló minőségű termőföldek, és ez több mint 41 millió hektár. És ami nagyon fontos, hogy ez nem az ukrán gazdák művelésében, kezelésében van nagy részt, hanem ukrán oligarchák, amerikai befektetők, arab befektetők, kínai befektetők, és ami kiemelten fontos, a későbbiek során majd szóba kerül, kiemelten fontos az, hogy az Európai Unió régi tagállamainak a nagy befektetőinek a kezében. Eddig csak használhatták a földet, de legkorszerűbb technológiai rendszereket alkalmazzák, genetikailag módosított növényvédőszereket alkalmaznak, egyetlen tehát olyan növényvédőszereket alkalmaznak, mi eddig 20 féle hatóanyagot azonosítottunk be, amit már az Európai Unióban legalább 10 éve kitiltottak. Ilyen helyzet van, és állatjóléti kérdésekben úgy szintén semmilyen előírás nem kell betartani. És nem csak alapanyagot hoznak be, hanem feldolgozott termékeket, élelmiszeripari termékeket. Ad abszurdum, képzeljük el a legszélsőségesebb, hogy még képesek még a napraforgó héjat is bálázva behozni, mert még a nekik az is minden eladó. Minden eladó. Ha az önköltségüket nézzük, a felét sem éri el az Európai Unió tagállamaiban működő önköltségnek. Nos, nem rejtem vék alá, igen, nagyon nehéz a helyzet, és igen, van egy nagyon rossz hírem, hogy az ukrán helyzet, az nem, az még csak, ami most az ukrán helyzettel kapcsolatban kialakult, ez valaminek a kezdete és nem a vége. Akkor is, ha a háborúnak vége lesz. Akkor is, mert Ukrajna nyilván óriási veszteségeket szenved el a háborúban, Ukrajnának egyetlen egy dologgal tudnak fizetni. Ez pedig az Európai Uniós tagság. Mert jelenleg csak az ígéret, mert 30 évig biztosan tudják felvenni. Hát képzeljék el, hogy ott most mi zajlik. Tehát
Egy ország, amelyiknek nem tudjuk, hol van a határa. Egy ország, amelyiknek nem ismerjük a népességét. Egy ország, amelyik háborúban áll. Ráadásul egy korrupt ország. Hogyan gondolja valaki komolyan, hogy ők az Európai Unió teljes jogú tagjai lehetnek? Ugye ezt, elnézést, nem politizálni jöttem, de ezt azért tényszerűen meg kell állapítani. És ezzel az országgal kezdi meg az európai, a brüsszeli csapat a tárgyalásokat. Soron kívül. Nyilván ez az egy, amivel tudják az embereket ott nyugtatni. Csak ennek az árát velünk fizettetik meg. És természetesen, és akkor most egy apró információ Ukrajnával kapcsolatban, földtörvényt megváltoztatták, most január 1-től 10 000 hektárig megvásárolható a föld, 10 000 hektárig társaságunként, egy gazdasági társaság 10 000 hektárig vásárolhat földet. Hát nyilván majd összeállnak, mert a legnagyobb gazdaság az 574 000 hektár. Képzeljük el ezt a hatékonyságot. Na most, ha itt megnyílik a határ, az unió területe 170 000, vagy 170 millió hektár. 170 millió. Ukrajna, ő szerint, amit most én hallok a médiában, 41 millió, az én szerény ismereteim szerint 43 millió hektár. Kiváló minőségű föld. Tehát itt gyakorlatilag, ha ők korlátozás nélkül tudnak termelni, mi pedig nagyon szigorú korlátok között, előírások alapján, hát versenyképességről nem beszélhetünk. Első olvasatban elkészült egy ilyen gazdavédelmi törvénycsomag. Nagyon sok gondunk van még vele. Azt hiszem, hogy még mielőtt társadalmi egyeztetésre kimehet, csak azt akarom érzékeltetni, hogy pontosan tudja és látja a kormányzat, mint ahogy mi magunk is látjuk, és folyamatos az egyeztetés. Pontosan azért zajlik ez az egyeztetési sorozat, meg a jogalkotás, hogy milyen az Európai Unió által engedélyezett módon lehet segíteni a gazdákat. Ezt keressük. Ezt keressük. Itthon is, meg ezt keressük az Európai Unió többi tagállamaival. Én magam Olaszországban voltam, az ottani érdekképviselőkkel egyeztettünk, hogy ők hogy tudnak segíteni. Németeknél jártam 2 héttel ezelőtt, úgy szintén Német Parasztszövetség, személyes találkozó, egyeztetés, hogy ők hogy látják. A németek 192 pontban tettek a saját kormányuknak javaslatot. Nálunk van a javaslat, sikerült elkérni tőlük, mi magunk is tanulmányozzuk, hogy hol lehet, melyek azok a pontok. Ezek a fórum sorozatok, én ezt párbeszédnek tartom, ezek is azért vannak, hogy ha vannak jó javaslatok, vagy érzékeljük azt, hogy hol van nagyon nagy feszültség, akkor azt visszük magunkkal. Nem tagadom, ma is volt egy elég magas szintű egyeztetés. Azt is nézzük, nem rejtem véka alá, mi magunk is főtitkár úrral együtt kerestük meg, nyilván megfelelő szakmai háttéranyaggal felszerelve, kerestük meg a gazdasági versenyhivatalt. Hogy milyen lehetőség, milyen intézkedési lehetőség van arra, hogy ne tudjanak a gazdaság erőfölénnyel visszaélni. A legalapvetőbb és legfontosabb követelésünk az, hogy az, ami számunkra kötelezően előírt, azt a harmadik országokban, ahonnan Európa számára behoznak élelmiszer alapanyagba, de élelmiszer ugyanúgy követeljék meg. Na hát erről nyilván hallani sem akarnak, azt gondolom, hogy ehhez nem, ez az európai vezetés soha nem lesz partner. Meglátjuk, hogy június 9-én mi milyen módon tudunk változtatni. Magunk részéről én azt gondolom, hogy a javaslatokkal készen állunk. Meglátjuk, hogy lesz ehhez erünk majd a választási eredmények birtokában. Megérkeztek Kistelekre a Lecsere programban átvehető izzók.
Az önkormányzat munkatársai a polgármester segítségével egy délelőttöt és két délutánt biztosítottak az átvételre a közel 120 lakosnak. Megérkeztek a lecsere programizzói. Ehhez a programhoz Kistelk Városi Önkormányzat a tavalyi évben csatlakozott a Szájebb Magyarország országos programjának a meghirdetésére. Itt igazából minden kisteleki lakos csatlakozhatott ehhez a programhoz, akinek a nevén villanyszámla van. És a villanyszámláját fel kellett töltenie egy egyszerű regisztrációval a Szájebb Magyarország honlapjára, és a rendszer kiszámolta, hogy ő mennyi izzó cserére jogosult. A kollégáim segítségével közel 120 kisteleki lakos került bele ebbe a programba, akiknek a mai napon megérkezett a LED izzó csomagja, és ezt három napon átvehetik nálunk itt a telephelyen. Hazaértek, kicserélitek a régi izzókat, és köszönjük. Este olyan szépen fog világítani, hogy csak. Köszönjük. Most segítetek, jó? Jó? Na, köszi! Igazán nincs mit. Szívesen. Sziasztok! Sziasztok. Miért tartották ezt város szinten fontosnak, hogy ebben támogassuk a lakosságot? Szerintem, hogyha bármilyen kezdeményezés van, amivel tudunk segíteni embereknek, ami által minőségben is egy jobb szolgáltatást kapnak, magyarul egy jobb fényű izzót, meg ez egyébként a mindennapokba kevesebbe kerül, akkor szerintem ennyit mindenképp megér, annak a kis pályázott, és annak is, akit jelen esetben önkormányzatként ebbe partnerek voltunk. Én csodálkoztam egyébként, hogy nem minden önkormányzat kapott erre a lehetőségre. Nálunk ez nem volt kérdés, és azt látom itt most, én is itt voltam egy nagyon picit, hogy természetesen az emberek ennek őszintén örülnek, és örüljenek is. Köszönjük szépen. Összesen hány lakos jelentkezett, és hány embernek tudtatok segíteni? Itt Kistelken összesen 106 háztartás élt a lehetőséggel, és adott be sikeres pályázatot a ledizzókra. Az önkormányzat, ha jól emlékszem, 35 háztartásnak segített ebben. Arra vannak adatait, hogy hány darab izzót adtok át? 10-15-tel lehet számolni háztartásonként nagy átlagban, szóval olyan 1500 körül biztosan van. És arra van esetleg elképzelésetek, hogy körülbelül ez mennyi megtakarítást fog jelenteni a kisteleki háztartásokban? Ez szerintem kimutatható lesz, ugyanis egyetlen izzó nagyjából 80-85%-kal kevesebbet fogyaszt, mint egy hagyományos wolframszálas izzó. Így ebből adódóan akár 10-15%-os spórolást is jelenthet, tehát megmutatkozik a villanyszámlában biztosan. Tudomásunk szerint, meg az információk szerint ez takarékosság, és ebből az áramban tudunk spórolni, tehát lényegében kevesebbe kerül a lakosságnak, vagy aki ezt használja, az áramfogyasztás, akár azok az izzók is fontosak, hogy olyanok legyenek becsavarva a helységükbe, hogy ami maximálisan jó, de új és sokáig bírja ezek az újak. Ezt egy számítógépes rendszer számította ki az alapján, hogy mennyi a háztartásoknak a villanyfogyasztása, milyen és mennyi izzója van. Úgy számoltak, hogy nagyjából a villanyszámlának a 30%-a lehet az, ami világításra fordítódik. Így ennek függvényében számították ki, hogy egy háztartásra. Nyilván, hogyha egy háztartásnak minél magasabb volt a fogyasztása, annál több izzót tudott így igényelni. A járó beteg szakellátó intézmények 2024. június 30-ával kötelezően átalakulnak költségvetési szervé. Kistelek város önkormányzata úgy döntött, továbbra is fenntartója lesz az intézménynek. Eddig is önkormányzati tulajdonú, ebben az esetben a Kistelek város önkormányzata, mint fenntartó, önkormányzati tulajdonú 100%-os KFT-nek volt a feladata a járóbeteg ellátás, most viszont egy más közigazgatási szervezeti szintre emelik avval, hogy lényegében becsatlakozik közvetlenül az önkormányzat költségvetési szervezetét. Ez annyit jelent a működés szempontjából, hogy más jogszabályoknak kell megfelelni, egy picit szorosabb lesz az a keret, az a kategória, amiben tudunk gondolkozni,
És mit addig, amíg az önkormányzat, illetve az önkormányzatok úgy gondolják, hogy ezt a rendszert fenntartják, addig ebben a szervezeti egységben, ebben a szervezeti formában, mint költségvetési szerv fog tovább működni. Ennek az átalakulásnak a folyamata elkezdődött, elindult, részben a kistereki önkormányzattal, részben a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével, NEAK irányában történő intézkedéssel, NNGK megkeresése, de megy és működik a dolog. Ebből elvileg a házi orvosoknak sem, és a lakosoknak sem szabad megérezni semmit. Tehát ez nekünk egy hatalmas átalakulás lesz, de ebből az átalakulásból sem a háziorvosoknak, sem a pacienseknek nem szabad megérezni semmit. Az STK egészségügyi intézményben zajlott egy munka megbeszélés, ahol egy nagyon fontos kérdés is felmerült, hogy Kistelek egészségügye továbbra is jó kezekben maradjon. Mit tudhatunk erről? Nagyon fontosnak éreztem azt, hogy az egészségügy résztvevőivel, orvosokkal, ápolókkal, szakdolgozókkal találkozhassunk, és most már mindenki tudja azt, hogy júliustól megváltozik abban a tekintetben az STK-nk, hogy önkormányzati intézményként fog tovább menni. Azért el kell mondani, hogy ez nem ennyire triviális, választási lehetőség volt, hogy az önkormányzat nem kötelező feladatként eleve fönt tartja, vagy nem tartja fönt, átveszi, vagy nem veszi át, vagy esetleg az állam dönt, hogy ő veszi át, és ő egyébként megszünteti, vagy fönntartja. Véleményem szerint, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és ezért fontos volt a mai találkozó a házi orvosokkal, egyértelműen kimondta Kistelek, hogy fenntartója lesz ennek az intézménynek. Ezt úgy kell érteni, olyan, mint az óvoda vagy az iskola, egy költségvetési szerv, és ha önerő kell a fenntartásához, azt a városnak kell egyébként létrehozni. De ez nem kérdés, hogy hosszú távon nekünk a szakrendelőre, az egynapos kórházra és ahhoz kapcsolódó egészségi ellátásra, ahol bele tartozik az alapellátás és az ügyelet is, erre szükségünk van, és minél több olyan betegünk, akinek sajnos el kell menni erre a helyre, az ne Szegeden, nem máshol, hanem nagyrészt itt megtalálhassa a gyógyulását. Ebben a hónapban is ruhaosztásra került sor a Tisza utcai szociális központban, ahol főleg gyermekruhák érkeztek adományként. Újra ruhaosztás szervezett a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Honnan érkeztek a ruhák, honnan kerültek beszerzésre? Az adományokat magánszemélyektől kapjuk, és azokat szeretnénk szétosztani minden családnak, aki eljön, tud válogatni. Mi a feltétele annak, hogy valaki ruhát vegyen át? Fölhívja a szolgálat telefonszámát, időpontot szoktunk egyeztetni. Nagyon fontos az, hogy szakadásmentes és tiszta ruhákat kapjunk, mert csak azt tudjuk szétosztani. Kisteleki lakosnak kell lennie, vagy jöhet a környező településekről is? Nem kell kisteleki lakosnak lennie, jöhetnek a környező településekről is, és szoktak is jönni. A rászorultságot vizsgálják? Nincs rászorultsági vizsgálat. Mennyi ruhát vihet el egy személy maximum? Nincs megszabva, csak az a feltétele, hogy amit kiválogatott ruhát, hozzon neki szatyrot, amiben el tudja vinni. Mikor lesz a következő akció? Minden hónap első csütörtökére szervezzük a ruhaosztásokat. Így fejből most nem tudom megmondani, de május elején várható a következő. Stúdiónkban a Cseperedő Gyermek Egyesület áprilisi programjairól kérdeztük Kautsky Gyöngyit. Hamarosan ruhabőrze lesz Kisteleken, ami egy lakossági kezdeményezésre, egy lakossági összefogásra szerveződik. Mit tudhatunk erről? Hát már mondhatom azt, hogy több mint 10 év óta szervezzük közösen a Kipkop gyerekházzal évente kétszer, tavasszal és ősszel a ruhabőrzét, ahol nem csak csecsemő és gyerekruházatot árusítanak, hanem egyre többen hoznak felnőtt ruhát, tini ruhát, aminek nagyon örülünk, mert nem csak babaruha bőrzévé alakult ez a kezdeményezés, hanem egy picit kibővült azzal, hogy szélesebb rétegbe találnak a vásárlók maguknak megfelelő kínálatot. Miért fontos az, hogy ezeket a használt, de jó állapotú ruhákat esetleg eladjuk, elcseréljük? Hát én úgy gondolom, hogy annyira szép és jó állapotú ruhákat hoznak az emberek, amiket kár lenne, hogy elvesződjenek, ezeket mind ugye újra tudják használni a szülők, és én szerintem nagyon fontos az, hogy
hogy cserélődnek ezek a ruhák, új gazdát találnak, és nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki ezeken a bőrzéken, nem csak vásárlások történnek, hanem barátságok, tapasztalatot szereznek egymástól a vásárlók, és nyilván vevőkör is alakul ki, mert az internetes vásárlást nem tudjuk legyőzni, de kapcsolatok alakulnak ki, és újra hasznosítjuk ezeket a ruhákat. És így, aki esetleg a gyerek vagy a saját szettjét szeretné megújítani, akkor fillérekből juthat egy új garnitúra ruhához. Így van, tényleg nagyon kedvezményes áron kínálják az árusok a ruhákat, soha nem szokott még alkudozás se lenni, mert annyira kedvező áron. A városi önkormányzat biztosítja nekünk a helyet, az asztalokért nem kell fizetni, tehát az árusítás teljesen ingyenes, és nem is ér senki vissza, tehát nyilván nem meggazdagodni szeretne itt senki, hanem eladja azokat a ruhákat, amiket már nem használnak. Ugye minden asztal már foglalt, hány árus jelentkezett a programra? Hát 46 asztal van a piaszcsarnokban, az nem egész egy hét alatt mind gazdára talált, még plusz asztalokat is tudtunk betenni, úgyhogy több mint 50 asztal lesz, de körülbelül 10-15 embernek kellett azt mondani, hogy sajnos már nem tudunk asztalt biztosítani. Akkor találkozzunk ott és vásároljunk olcsón. Úgy legyen, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Árusok lesznek, most már szeretnénk, hogyha a vásárlók is minél többen jönnének, nem csak Kistelekről, hanem a környező községekből is. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben lány nem maradt szárazon, bekukkantunk egy betörő terveibe, egy öttagú családról kiderül, kitalálnak-e egy labirintusból a sötétben, és Sisák Magdi a hajfonás titkaiba is betekintést enged. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.